Nagyon sokan lettünk itt a stúdióban, itt van mellettem Zuber Csendia, kutyakiképző és nemzetközi teljesítménybíró, ugyanis képzeljék el, hogy német juhászkutya világbajnokság volt, és a magyar csapat bronzérmes lett, itt van Leni velünk. Hát mesélj erről kicsit, Di, erről a versenyről. Hogy lettetek bronzérmesek, minek volt ez köszönhető? Jó reggelt, és köszönjük a meghívást, üdvözlök mindenkit. Minek köszönhető, ez kölyökkortól tartó hosszas képzésnek és gyakorlásnak köszönhető. Fekszik. Kamera az nagyon érdekes. Igen. Hosszas képzésnek. Sőt, ilyen nem mondom, hogy támadó állásban, de marad. Igen, egy picit zavarja, de igen. Majd megszokja. Szóval a hosszas gyakorlásnak köszönhető ez az eredmény, nem csak az én részemről, hanem a csapat többi részéről is, hiszen öten voltunk a csapatban, és a három legjobb eredmény számított az eredménybe. Mindannyian rengeteget dolgoztunk ezért. Miután te gyakorlatilag zsűritag is vagy hogy mondjam, bíró is vagy, te igen. Pontosan tudod, hogy mik a szempontok, ami alapján mondjuk eldől az, hogy egy német juhászkutya mi alapján tud nyertes lenni. Itt mik voltak a fő szempontok? Alapból a szabályzat azt kívánja meg, hogy a kutya motivált, jókedvű, örömteli munkát mutasson be, ne látszódjon egyáltalán a stresszfaktor, a kényszer hatása, ez a mai napjainkban ez már egyáltalán nem kívánatos. A kutyának örömmel kell a gazdájával, felvezetőjével dolgozni, és azokat a feladatokat, amik meg vannak határozva a szabályzatban, minél pontosabban, precízebben, energikusabban kell kivitelezni, és ezekre kapjuk a pontokat. Mik a jellemzője a német juhászkutyának? Sokszor beszélünk arról, hogy a német juhászkutyák fantasztikus munkakutyák, nem tudom, hogy ezt jól tudom-e, vagy jól mondom-e, és ezen kívül mi az, amilyen terület, az életterületein kifejezetten használják a német juhászkutyákat? Ugye elég elterjedt az ismeret, hogy a német juhász egy univerzális fajta, minden területen gyakorlatilag használható, a mentőkutyázástól elkezdve bármelyik sporton át, hiszen egy olyan agilis, ösztönerős kutyáról beszélünk, amit tényleg a gazda kell, hogy kiválassza neki habitusában megfelelőt, és akár az IGP-től, amit mi is űzünk, az agilitin át, a flyballig, bikejöringig, canicrossig, tehát lehetne sorolni a sportokat, amiben hely tud állni a kutya. Igazából a gazdákon múlik, hogy nekik mi a szívük választása. Még azt beszéljük meg, hogy Leninek mi az erőssége, mi az, amiben ő nagyon jó. Leni szerencsére mindhárom ágazatban remekel, az őrzővédőt kifejezetten szereti, amikor ugye háborúzni kell a segédekkel. A nyomkövetést is nagyon jó képességei vannak hozzá, engedelmesben pedig hatalmas energiákat mozgósít, és annyira nagy a munkakedve, hogy azért ott néha hajlamos egy kicsit túlzásba vinni az energiáit. És ezt beavatjuk a nézőket, hogy a Jimmy nevű kameránkkal folyamatosan farkas szemet néz. Nagyon szépen köszönöm neked. Igen, gyarús neki a kamera, köszönöm szépen. És átsétálok ide az asztalhoz, ugyanis hát beszélgessünk magáról a versenyről. Köszöntöm a stúdióban Regőci Lászlót, a Minera Waternak az ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok, és Mészáros Mátét. Tulajdonképpen ennek a bizottság társelnökét, és ennek a szervezőjét. Igen, jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy itt vannak velem. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Azért ez egy nagyon különleges verseny, jól érzem. Tehát tulajdonképpen a német juhászkutyák, pláne hogyha ennyire univerzális kutyákról beszélünk. Hogy kell egy ilyen versenyt megszervezni? Mi ennek egyébként ennek a versenynek a múltja? Hát elég nagy múltra tekint vissza. Világbajnokságok 1988-tól indultak, Münsterben volt Németországban az első. Magyarországon ilyen jellegű rendezvény, német juhászkutya világbajnokság 1995-ben volt utoljára a Fradi pályán, tehát rengeteg idő telt el azóta. A részvevők létszáma, az országok létszáma is majdnem a duplájára nőtt azóta, tehát egy ilyen óriásira növi ki ez magát így évek alatt szépen. 19-ben kaptuk meg a rendezés jogát a Világszövetségtől, a WUSV-tól, ami a legnagyobb fajta szövetség, a Német Juhászkutya fajta szövetsége, majdnem 250 ezer egyéni taggal és 192 ország a tagja neki. Igen, óriási teljesítmény, hogy bronzérmes lett a magyar csapat. Ez minek volt köszönhető? Igazából ilyen, ez az első, tehát ez egy történelmi pillanat volt nekünk. 91-ben volt egy egyéni hatodik helyünk, most Dia hetedik lett, azóta így az elitben nem nagyon értünk oda, csapatban pedig még soha nem voltunk ilyen előkelő helyen, a hatodik volt a legjobb. Hát azért itt a hazai pálya előnye is egy kicsit, ugye nem kell utazni, több ezer kilométert a kutyáknak nyugodtabban tudnak a gazdáik készülni, kisebb a stressz, kisebb a nyomás, és hát egy nagyon jól sikerült versenyt tudhatunk magunkénak, és nagyon jól szerepelt a csapat minden tagja, és így sikerült megelőznünk olyan híres nemzeteket a kutyakiképzésben,
képzésben, akik vezető elit a világban. Milyen volt a verseny? Fantasztikus volt a verseny, természetesen szponzorként voltunk jelen, azt vettük észre, hogy a kutyáknak is kell a jó minőségű víz. Tehát, és ezt nem mi mondtuk, hanem ők választották ki ezt a kutyát. Először teljesen véletlen folyamán került oda a helyzet, hogy ők valamilyen betegség miatt kiválasztották, és ezt utána a mentőkutyás csapatokkal együttműködve majdnem 5 évig teszteltük ezt a vizet, és azt mondtuk, hogy akkor ennek kell egy új brand, hiszen ez egy 17.400 éves víz, ami nagyon gazdag káciumban, magnéziumban. Tehát amikor egy versenykutyáról, vagy egy versenyző, vagy nagy teljesítményt igénylő feladatokat látnak el, akkor a magnéziumpótlás az ugyanúgy, mint az embereknél, nagyon fontos. Akkor ez egy kutyáknak való víz, kifejezetten mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen kutyáknak kialakított víz. Abszolút egy kutyáknak kialakított víz, a nevében is benne van, tartalmazza az ásványt, és a Wautert egy kicikét átnevezve, vagy kutyásítva próbáltuk. Akkor nem beszélünk itt egy világszabadalomról, vagy egy világ újdonságról, hogyha kutyavízről beszélgetünk? Én azt mondom, hogy először nézzük meg, hogy a kutyák mit szólnak hozzá, egyelőre nagyon jó a fogadtatás, és majd meglátjuk, hogy ezt az egyéb termékeink mellett hogy tudjuk a világon értékesíteni ezek. Mert ugye én azt kívánom, hogy legyen ez egy világszabadalom, és legyünk mi ebben az elsők, ebben is, ugye magyarokként. Egyébként a német juhászkutyák, ugye itt Dia mondta, hogy nagyon univerzális kutyafajták, de milyen különbségek voltak itt a versenyen, hiszen világbajnokságról beszélünk, tehát tulajdonképpen a világ összes országából érkeztek kutyusok. Igen, 36 országból érkeztek kutyusok, Ausztráliától Tajvanig mindenhonnan érkeztek versenyzők, akik összemérték az erejüket. Itt az volt a különlegessége ennek a világbajnokságnak, hogy ennek a keretein belül 4 különböző kutyásportot mutattunk be, ilyen még a világon sehol nem volt, nálunk volt először, az agilityt, ami egy ilyen ügyességi sport, az obedience-t, ami egy ilyen engedelmességről szól, és volt egy kimondottan egy show, egy kiállítás, tehát a német juhászkutya minden arcát be tudtuk itt mutatni, és mindegyik nemzetközi volt olyannyira, hogy agilityben is, obedience-ben is, és a kiállításban is 7-8 ország ott is részt vett különböző kutyákkal. Tehát a szombati napon 400 kutya vett részt ott az Alkufer stadionban György Irmóton. Gratulálok, nem csak a versenyhez, hanem az eredményhez is. Nagyon sok sikert kívánok a vízzel is a jövőben. Remélem, hogy majd további sikerekről tudunk itt beszámolni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönjük.